történni. Jó reggelt, sziasztok! Időközben megszaporodtunk. Tök jó volt az éjszaka, illetve tök jó lett volna az éjszaka, ha nem lett volna 28 fok. Ti hogy aludtatok? Jól aludtatok? Jól. 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 Ő ott Laci. Ő ott Robi. Éppen próbál halat fogni, de nem fogott még ma se semmit. Pedig azt mondta, hogy ő már reggel 4 óra, akkor itt lesz kint is, majd horgászik. Nagyon szomorú vagyok, eddig még nem fogtunk semmit. Igazából de fogtunk, mert ezek a törpeharcsák, ezek iszonyatosan jönnek valamiért. Csak törpeharcsákat fogunk. Semmi értelmeset. Csoportos vlognézés működik itt kint a teraszon. Peti, te fingottál ide? Én nem. Én nem fingottam, esküszöm. Zárt tojás? Meglátod, hogy te fingottál ide? Meg fog Szofina. Jó van, Sofika. Aha. Robi főzi a reggelit. Tojásleves. Nagy. De nem lesz belőle reggeli szerintem, mert... De szép lassan jó az. Fő van ez húzva. Mit? Kész. Kivagyunk a szálláson, rövidesen... Megvolt a terű asztalkám, most pedig fogjuk magunkat és ellátogatunk ide a Békés Szent Andrási sörfőzdébe. Egyelőre még nem tiszta, hogy hogy jutunk be a sörgyárnak a belsejébe. Itt van a rózsa sörkelt. Sörkelt. A rózsa... Itt a rózsa sörkelt, ahol friss Békés Szent Andrási kézműves sört lehet inni. Találtatok mindent? Igen. Aha. Vettem neked Viagrát. Köszi. Meg az aranyérkenő is itt van. Sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy nem fogunk tudni bejutni a sörfőzdébe. Mert megtudtuk, hogy előre be kell jelentkezni ahhoz, hogy be tudjunk ide menni. És mi ezt még nem tettük meg. Hát, srácok. Most már biztos, hogy nem fogunk látni sörgyárat. Nagyon meleg van, ezért más nem tud csinálni az ember, mint hogy pótolja a folyadékveszteségét. Sajnos nem tudtuk meglátogatni a sörfőzdét, ez majd egy következő alkalomra fog maradni. Most viszont menjünk valami ebédet főzni, mert nagyon éhes a csapat. Sziasztok! Majd mondjuk neki, hogy ezt te üzeted. Közben a lányok már felrakták a bográcsot tűz fölé. Gyertek, megmutatom, hogy mi van benne. És remélhetőleg Robi majd mindjárt el fogja mondani nekünk, hogy mi fog benne készülni. A többiekkel kávézni. Gyere, mesélj el a nézőknek, hogy mit fogunk főzni a bográcsba. Hagymalekvárt. Isteni. Ködömön gulyást. Ami miből áll? Ködmönből és gulyásból. Isteni. Mivel nem fogtunk túlságosan sok halat, Robi úgy döntött, hogy saját maga fogja kezébe venni a dolgokat, és bele fog menni a vízbe, oda a vízbe, és saját maga fogja megfogni a halacskákat. Na ki az, aki megment, hogyha belúgok és leáll a szívem? Én. Alakul. Hát elkészült a finom ködmön gulyásunk. Én egy picit elaludtam most a parton, úgyhogy kicsit
kómás vagyok per pillanat, és még mindig nagyon éhes, úgyhogy én lassan elköszönök, köszönöm szépen a figyelmeteket, az új feliratkozókat köszöntöm a csatornán, és ja, találkozunk holnap. Sziasztok! Kruton király! Triton a Kruton. Triton király. Itt van Ariel. Hát egy 20 évvel később, de itt van Ariel.